Fedezze fel Győr legújabb wellness szállodáját, csendes, nyugodt környezetben, tágas és kényelmes szobákkal, ízletes és bőséges ételekkel várja vendégeit a Girmót Sport és Wellness Hotel. Nagy játékos mozgás és jól sikerült felkészülés. Röviden így jellemezhető a Girmót FC Győr életében az idei nyár. 8 távozó mellett 8 új játékos is érkezett az együtteshez. 8-an távoztak. Nyilván itt voltak olyanok, akiknek lejárt a szerződése, nyilván volt, akinek a klub is tett ajánlatot, volt, akinek nem. Volt, aki opciós jogunkkal nem éltünk, úgyhogy ez várható volt, és egy kicsit, ha előrevetítek dolgokat, tervezett átalakulás volt a kereten belül. Az új igazolások tekintetében pedig a klub arra törekedett, hogy egy optimális egyensúly legyen a rutinossabb, tapasztaltabb játékosok és a fiatal, nagy potenciállal rendelkező labdarúgók között. Az érkezőknél nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy megfelelő rutinos játékosok is érkezzenek, akik azonnal bevethetők a csapatban, akik erősítést hoznak, akik a tudásukkal, tapasztalatukkal, nyugodtan mondhatom, hogy a játékstílusokkal talán valami újat is hozzá tudnak majd tenni a csapatunk játékához, illetve jól tükrözi a klub gondolkodását, filozófiát, hogy a jelenlegi keretnek több mint a fele 22 éves kor alatti vagy 22 éves játékos, és az idei átigazolási szezonban is a 7 új igazolás, és ha a Zsenyát ideveszem, akinél az opciós jogunkkal éltünk, akkor tulajdonképpen a 8 játékosból 5 ugyanezt a életkort képviseli, tehát fiatal, általunk tehetségesnek vélt labdarúgókról beszélünk. Az együttes vezetőedzője Tamási Zsolt külön kitért arra, hogy a saját nevelésű fiatalok egyre nagyobb arányban kapnak szerepet a csapatban. A klub filozófia, hogy azért sok fiatalnak adjunk lehetőséget, hogy idén talán az elmúlt 6 évben legnagyobb számban jelennek meg saját nevelésű játékosok a felnőtt csapat keretében. Nem véletlenül indítottunk második számú csapatot az NB3-as bajnokságban, előtte még a megyei bajnokságban, azért, hogy az ifistáink a felnőtt futball alapjait házon belül kezdjék el tanulni. A gárda csapatkapitánya és egyben hálóőre, Rusák Edvárd úgy véli, a csapat masszív benyomást keltett a felkészülési mérkőzések során, de természetesen az igazi főpróbát majd a tétmérkőzések jelentik. Úgy gondolom tényleg, hogy a legfontosabb az, hogy olyan számban cserélődtek most a játékosok a nyár során a csapatnál, ami jelentősnek mondható, és a beilleszkedésükkel tényleg nem volt semmi probléma, abszolút zökkenőmentesen zajlott, a csapat jól fogadta őket, és ők is abszolút gyorsan tudtak reagálni a csapat játékára, a vezetőedző által felvázolt elképzelésekre, elvárásokra. Úgyhogy az edzőmeccsek is úgy gondolom, hogy ezt mutatták, bizony masszívabb benyomást tettünk az edzőmérkőzéseken, nyilván megvannak még azok a pontok, amikben tudunk előrelépni, ahogy mondta a vezetőedző úr, a tervezett szakmai munkát a csapat elvégezte az előírtaknak megfelelően, nyilván arról majd a bajnoki mérkőzések adnak képet, hogy az milyen minőségű volt. A bajnoki rajt kapcsán a vezetőedző megosztotta a várakozásait, továbbá, hogy fontosnak tartja, hogy az együttes játékát a szezon során olyasfajta állandóság jellemezze, ami eddig talán kevésbé volt a csapat sajátja. Ismerjük őket, a játékosokat is, nyilván a játékukat, az edzőnek a filozófiát, a Lipcsei Peti filozófiáját, ettől függetlenül minden mérkőzés más és más. Nagyon remélem, hogy sikerül majd őket meglepnünk a hétvégén, és hogy a játékosok is elmondták, nem is lehet más célunk, mint a 3 pontért megyünk. Azt szeretném, ha olyan csapatom lenne idén, hogy valahol nem számít, hogy idegenbeli pálya vagy hazai pálya, ugyanazt a játékstílust, ugyanazokat a játékelveket próbáljuk játszani idegenben is, mint hazai pályán. A szezonnyitó mérkőzésen Soroksára látogat a Girmót vasárnap 19 órai kezdettel. A Girmót TV videói a Girmót Sport és Wellness Hotel támogatásával készülnek.